Minden magyar, lett legyen az ország bármely településén,
minden magyarnak megdobogtatja a szívét egy olyan hír, amely arról ad számot, hogy valahol az ország részén, nevezetesen itt Baranyában, Alsó-Mocsaládon 20-30 vagy 40 ember összejött abból a célból, hogy meglévő ismereteit gyarapítsa az új ismeretek szerzése mellett barátságot, emberi kapcsolatot építsenek ki egymással. A Magyar Népfőiskolai Mozgalomnak sok éves hagyománya van, amely 45 utáni időkben szakadt meg. Rendkívül örvendetes, hogy most, amikor azt lehet mondani, tényleg felszabadultunk és az ország visszanyerte függetlenségét, ismét megindult ez a mozgalom, amit úgy is fogalmazhatnék, hogy elkezdődött Alsó-Mocsaládon a civil társadalom építkezik. Tudjuk egymást elviselni. Ez egy kicsit talán csúnyán fogalmazva. Tudjuk egymást elviselni, tudjuk egymást tolerálni, tudjuk egymást segíteni. Mert mindenkinek magának kell boldogulni az életben, és ezek az ismeretek, amelyeket a népfőiskola folyamat elsajátította, minden bizonnyal olyan ismeretek, amelyek segítségére vesznek mindenkinek a magán életében és a jövő építése szempontjából ugyancsak nagyon. Én azt szeretném kérni önöktől, hogy ezzel a kurzussal ez a szellemi építkezés ne szakadjon meg. Tudom, tavaszban munka következik, de eljön majd az ősz, és eljönnek a hosszú téli esték, és az önök fiatal polgármestere, aki szívén viseli ezt az ügyet, azt hiszem, hogy benne lesz annyi erő, energia az önök megértő támogatásával, hogy ezt a kurzust tovább folytassák. Azért fontos ez, mert azt kell világosan látni valamennyiünknek, hogy ebben a helyzetben, amiben most az országban, és amelynek mi is alkotó részei vagyunk, és részét képezzük, nem tudjuk magunkat kiszakítani, nekünk együtt, közösen kell ezt az országot ismételten felépíteni, azért, hogy ebben az országban legyen magyar, német, horvát, netán cigány, mindenki boldogan, félelem nélkül, embermódjára tudjon élni, és tudja élvezni az élet örömét, hogy ne lemondással, ne küszködéssel teljen el az élet. Én valamennyiüknek őszinte szívvel gratulálok, és kívánok további jó munkát, és a jó munkához erőt és egészséget. És most engedjék meg, hogy átadjam ezt a diplomát, amely azt tanúsítja, hogy önök elvégezték a népfőiskolát. Köszönöm szépen! Köszönöm.
dicső nádra. Szerencsénk volt mindannyiunknak, hogy nem kell egy külön előadást tartani a népfőiskolák múltjáról, jelenéről, mert egy sokkal avatottabb beszélt erről, ahol szinte úgy nézem, majdnem mindannyian ott voltunk, egy héttel, közel egy héttel ezelőtt. Arra, hogy hogy áll ez a dolog tulajdonképpen barányában. Az Egyesületek Szövetségének megényben közel 50 tagja van. Művelődési Egyesület, baráti kör. A legkisebb 10-12
12 fővel, egész apró pici községekben, és a nagyobbak szintén nem a legnagyobb községben, teszem föl Alsó-Mozsoládon, ahol, ha jól tudom, az elszármazottakkal együtt közel 180 132. Ez is csodálatos. Mondhatom úgy is, hogy a legnagyobb létszámú baráti kör Baranyában, és a másik azon kevesek közé tartozik, ahol népfőiskola működik. Azon kevesek közé tartozik, ahol ez évben oklevelet kaptak önök, ami azt hiszem sok szempontból izgalmas volt már az előzményeket tekintve, mert úgy tudom, hogy vegyes témakörben önök által választott témákból került sor az előadások megtartására. A kezdet valahogy így jó. A kezdet valahogy így jó azért is, mert én, megmondom őszintén, ha jól emlékszem, 4 évvel ezelőtt voltam itt, és akkor láttam igazán a kezdet kezdetét. Akkor ez a ma csodálatos templomkert még nem így nézett ki. A kastély köművesek lették meg, mindenütt dolgoztak körülötte, és valahogy nyugtalanabbnak tűnt ez a falu. Sok-sok gond volt, gondolom ma se kevesebb, de ezek a mai gondok már egy-két lépcsővel magasabb szinten vannak, és ha ezeket a lépcsőket sikerül, ha nem is könnyen, és népiesen mondva megmászni, mert nem biztos, hogy egyenesen föl tudunk lépkedni, hanem meg kell környedni sok esetben, még egy-egy lépcsőfokkal följebb jutunk, akkor gondolom, és a tervek is valószínűleg úgy szólnak, egy-két év múlva sokkal jobb lesz talán, még ha beszámítjuk azokat a nehézségeket, amikbe élünk, és azokat is, ami bekövetkeznek még. Mert tudják, azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy nem haladtunk túl ezeket a lépcsőket. És ehhez, ha segített ez a népfőiskola, akkor segíteni fog a folytatás is. Segíteni fog a folytatás is olyan fokon, hogy most már lehet, hogy a jövő felé tekintve egy kicsit szakosodva lehet megoldani a következő kurzust, és talán több kis csoport is létrejöhet az érdeklődési körnek megfelelően. Ezt szeretnénk mi megyei szinten segíteni, támogatni. Segítést támogatja a Megyei Művelődési Központ, és a Megyei Művelődési Központtal együtt ez a szövetség, amely az akkor egy-két egyesület baráti kör indításával elterjedt a megyében, mégpedig azért, mert a kultúra igen leragadt a sárba, anyagi vonatkozásban minnehezebbé vált a helyzet, és önállósodni kellett, létre kellett hozni ezeket a kis kollektívákat, amelyek segítik és akarják segíteni, hogy a községük, falujuk gyorsabb ütembe előrefelé haladjon, és ne álljon meg egy helyben. Egyesületek létrejöttek, szinte mindenhol van előrelépés, mindenütt van haladás, mindenütt van mozgás, és itt ezt nagyon szépen megmutatkozik a mai összejövetelen is, és én elnézést kérek, hogy azt kívánom az önök sikere mellett, és a sikeres továbbhaladás mellett, hogy mind több helyen a megyében létrejöjjenek ezek a baráti körök, megalakuljon a népfőiskola, és valahogy önmagunkon, községünkön együtt próbáljuk segíteni, mert csak úgy tudunk előre haladni. Én mindannyiunknak
akik itt vagyunk, ehhez sok sikert kívánok. Kedves hallgató társaim, mert én is csak egyik hallgatója voltam ennek a tanfolyamnak. Engedjétek meg, hogy valamennyiünk a jelenlévők nevébe megköszönjem, köszöntsem először is kedves vendégeinket, és megköszönjem nekik a méltatást, az útmutatást, amellyel itt köszöntöttek bennünket, és elismer résiket fejezték ki azért, hogy Alsó-Mocsoládon, községünkben tényleg létre tudtunk hozni egy ilyen népfőiskolát, amelyre bizony azt hiszem az itt ülők közül velem együtt nem olyan nagyon sokan számítottunk. Egy kicsit visszagondolok a tavaly őszre, meg talán még a nyár végére, amikor polgármesterünk megemlítette ezt, hogy kellene egy ilyen népfőiskolát szervezni, pályázatot is írt. Most nem tudom, hogy előtte, amikor megkaptuk a pályázatra a 150.000 forintot, hogy előtte már meg indítottuk-e, vagy utána, elég az hozzá, hogy hát nehezen indult, mert először csak ugye papíron ment ki mindenhova, minden házhoz, hogy hát ez lesz egy népfőiskolát, szeretnénk itt indítani, és hát jelentkezzenek, azon részt akarnak venni, valahogy így volt, ugye. És bizony, hát az akkor volt, amikor a polgármesterünk egy hónapra nem is volt itt is, amikor megjött, akkor a lejárt a határidő, és bizony nem jelentkezett senki. Hát akkor jött az ötlet, hogy ebből csak úgy lesz valami, ha ugye a képviselő testületi tagok valahogy úgy összefognak és lejárják a községet, hiszen nem nagy dolog, három utcája van, vagyunk hatan, hát kettő-kettő egy-egy utcába, és megoldódott a dolog. Mentünk házról házra, és hát azért ez lett a fogalatja, hogy hát már az első alkalommal ugye összejöttünk legalább ennyien, ha nem többen. Köszönhető aztán a továbbiakban annak is, hogy igen, értékes előadókat sikerült szerezni a polgármesternek, aki úgy, hogy aztán ahogy jöttünk, majdnem úgy többen is jöttek jó páran, és mindig úgy azt mondtuk, hogy ez megen egy igen jó előadás volt, érdemes volt eljönni. Most gondolom mindannyiunkban megérlelődött az a gondolat, hogy valóban ugye érdemes volt eljönni, már akik itt vagyunk, azok majdnem minden előadásra részt vettünk, akik véletlenül kimaradtak saját hibáikon, kívül maradtak ki egy vagy két előadásra. Egész biztos azt is bánták, hogy nem úgy sikerült. Ez nálunk a fiatalabbak nem tudják, de az idősebbek tudják, hogy szinte hagyománynak mondható, mert Alsó-Mocsolád kisközség lévén már a 40-es, 30-as években is kitűnt a megyébe, a járásnál, abban, hogy hát itt céltudatosan szeretnének, meg céltudatosan, eredményesen gazdálkodtak is az akkori magángazdák. Mert amikor az akkori elődeink, akik már nem élnek, akik, de gondolom azok közül volt, akik elvégezték Szentlőrincen a két éves téli gazdasági iskolát, már jó, néhányan 10-en vagy 12-en voltunk a tanulva, ha nem többen, nem tudom most pontosan, akik aranykalászos gazda oklevelet szereztünk, és erre föl mozdulva valószínű, hogy ezüstkalászos gazda tanfolyamok, amik kihelyezés folytán
egyes községükbe létre lehetett hozni, ahol a lakosság olyan számba jelentkezett, hogy elvégzi ezt a 3 hónapos tanfolyamot, az is egy ilyen téli tanfolyam volt, akkor oda elmentek. Hát itt persze, itt is volt összeköttetés, kapcsolat, ha jól emlékszem, elhunyt Nagy Béla barátom, szomszédom, Révin, meg a Kiskarcsi bácsi Révin, akik szintén a legelsők voltak, akik az aranykarácos gazdatanfolyamot elvégezték Szentlőrincen. Úgyhogy Budapestről egy Nagy Tibor nevű tanár járt ide le, és bizony, hát az nem egészen volt ilyen könnyű, mert heti 2-3 előadás, és ott felállni is kellett, ott már még ott vizsga is volt, de azt hiszem, hogy 45-en, akik szorgalmasan odajártunk, ott akkor közben azt is merem mondani, akkor is voltak olyan vegyesen, tehát az idősebb gazdák, mint a Nagy Laci bácsira, nagyon jól emlékszem meg, hiszen Pandur Gyuri bácsi, vagy Pista bácsi, vagy kik, de lényeg az, hogy a gazdálkodókból, ugye az idősebbek, tehát fiatalokat is, mi is, akik elvégeztünk az aranykarácos tanfolyamot, mi is részt vettünk. De részt vettek azok azért, hogy meglegyen az a bizonyos létszám, és eredményesen elvégezzük, és ez egy nagyon jó pont volt már akkor községünknek, ugye a megyébe és a járás területén is. Még olyan eredményt is mondhattunk, abban a régi világban nem volt akkor könnyű világ, hogy a sikeres tanfolyam elvégzése után ez a tanár, akinek azért befolyása volt a minisztériumban, el tudta azt intézni, hogy ilyen buszköpméteres sílógödröket megépítsünk. Ez nem volt ám olcsó akkor, ezt az állam akkor, meg nagyon ritka lehetett abban az időben, ritkaság számban, ennek a költségnek a felét állta. Ez a fele költség is egy üsző árába került. Akkor, abban az időben, ezt se felejtem el. És ezeket úgy tudtuk akkor, ha jól emlékszem, 9 épült ebből kalákába. Úgyhogy az a 7 gazda már egy helyen 2 épült, összefogott, ugye meghozattuk a cementet, csódert, az anyagot, ott összekeverve egy sablon lett csináltatva, és bizony az akkori időkben, akkori időknek megfelelően megépültek ezek a 20 köbméteres sílók. Hát nem ennyi, akár mennyi, minden hallgató, vagy minden család, aki akart, az mind építhetett volna, csak hát egyszer akkor még ugye a savanyított takarmány etetése még ez járatlan volt abban minden község, mi csak zöld takarmányokat elettünk, ez még újdonság volt akkor. És hát nem mertek belevágni meg azért, hát az az egy üsző ára, ami bizony ilyen 10 holdas, 12 holdas, 15, még a 20 holdasnak is. Hát azért nem volt mindegy azt kiszurkolni, szóval azt kifizetni. Így aztán, amikor, de hát ehhez természetes, ugye akkor hát siló kukoricát is kellett vetni, de hát ahhoz a föld ugye mint magángazdáknak adva volt. Aztán annak a betakarításához, meg a silózásához bizony, akkor már nem létező olyan kis silógépek, mint akkor voltak, és azt mi szintén kalákával, lábbal, taposva, abban 20 méter mély, 4 méter mély, és azt hiszem kettőtlen ilyen átmérő silógödörbe, mert még ugye minden portán megvan, nálunk is, meg szomszédban, meg máshol is. Bizony nem volt mindegy abban 5-6-an bent táncolni, ugye megtaposni. Máma már ugye másképp megy, mert lánctalpasok tapossák a földre terítve és póliával takarva, tehát a levegőt kiköltött el. De mentek ezek is, tehát
az akkori gazdálkodásra akarok rámutatni, amitől ma itt mindannyian tudjuk, a fiatalok főleg idegenködnek. Azért van most probléma a föld körül. Most, amikor ugye a termelő szövetkezeteket céljel kell, hogy menjenek, tehát ezek a nagy egybe verbúval termelő szövetkezetek, ugye hétközség, mint Mágoshoz is mi is, összeverték azért, hogy a TSZ-nökből egy nagy urat csináljanak, aki előtt bizony meg kellett hajulni, és amit azt mondott, az annyi volt, mint a Jóisten mondta volna, vagy talán még több is, mert ugye Jóisten az nem vár bottal, nem büntet, a TSZ-nök se bottal vár, de a fizetésén az illetőnek még éreztette, vagy egyszerűen elbocsátotta, szóval gondolkodott róla. Tehát a kis egységek most ugye ezek a községek most keresnék a helyiket, most itt a határ, látjuk, szántatlan, egy jó része vetetlen, tehát nincs annyi elvetve, mennyinek el kéne lenni. Talán nem is lesz az egész, ott maradt parlagon szántatlan, nem mer vállalkozni, egyszer nem is tud. Volna talán, aki vállalkozna, de rengeteg anyagi költséget merítene ki ezt, hogy most elkezdjünk egyénileg gazdálkodni, de majd ugye most a nevesítésnek meg kell történni, tehát a föld valamennyi részének gazdára körül találjon legalábbis papíron. Hogy utána majd valaminek, kisebb csoportoknak valahogy alakulni kell, ebben meg kell barátkozni a fiataloknak, és valahogy az ős jusson valamilyen formába el kell kezdeni majd a gazdálkodást. Most, ha a gazdálkodás, amikor ez jön szóba, hát mi egy kicsit talán olyan, azért vagyunk olyan nehezebb helyzetben, mert itt hát annyi munka lehetőség, üzem volt olyan, ahol hát sok mindenki, aki munkaképes alsó mocsoládon, tehát nem kell neki, nem köllött elmenni vidékre, hiszen nem is olyan túl sokan jártak, kivéve a vidéknek tartom mondjuk Mágos meg a Bigal, de teljes közvetlen szomszéd község, de ha azokat leszámítjuk, csak ami a sertéstelep, a keverőüzem, aztán ugye a húsüzem, a Möbius húsüzem, meg a vasútállomás, meg a magtisztító, meg a terményforgalmi, meg nem is tudom mi, hát szóval van itt bőven. És, de hát ezek is nehézkesen, ugye tudjuk a Möbius húsüzem, ahol 430-an vagy mennyien dolgoztak, most vannak talán 140-en. Szóval ott is valamit kell neki kitalálni, és valószínű, ha ott is valamire azt fog venni, akkor legelőször, majd legelőtt talán a mocsoládiak találnak ottan munkahelyet, meg egész biztos kint a sertés telepön is, meg a keverőüzemben is, hogy ne kelljön szállítani az embereket, mert ha a szállítási költség igen drága. Tehát jó, ezt tudjuk mindannyian. De attól függetlenül nekünk a földbe is gondolkodni kell valamilyen formában, egyszer azért is, hogy ez a határ valóban ne gazfészek legyen, az valamilyen formában, de ehhez persze komoly anyagi támogatás kell, de ahol azt látják, én gondolom, ez máma is úgy van, meg a jövőben is úgy lesz, abba kell bízni, ha az állam bácsi majd látja, tehát a fölvelés ügyön köröztő, hogy valahol, hogy egy-egy községben ott tényleg tesznek is, azért hozzáállnak is, és azt, amit adnak segítséget, adósságot, ugye majd talán kedvezményesen, abban bízhatnak, hogy ezek azt visszaadják, kitermelik, és tényleg a múltnak megfelelően, ugye ezen a téren sem fog községünk, hát szégyen volt lenni a megye, vagy a járás területén. Ebben úgy, ehhez még valóban az kell, hogy az elkövetkezendő időben téliestéket újból a népfőiskola keretén belül
újból eljárjunk, és olyan előznek meg, ami azt vele kapcsolatos, meg egyéb problémákba hallgathassunk olyan előadásokat, és olyan tudományt szedhessünk magunkba, hogy valóban mi képesek leszünk arra, hogy ezt a községet megtartjuk, és a jelenlévő fiatalok, azoknak a gyerekeik már ne kényszerüljenek arra, mint a mieink, idősebbre gondolok, a 60-as években, hogy hát bizony a falunak nincs jövője, mert ez tagadhatatlan, hogy itt, ha nem is volt dózer politika, de elnéptelenedési politika volt, mert ugye amikor mindenféle formában ugye csak oda csatoltak már Mágocshoz, közigazgatásilag, TSZ-ileg minden, tehát szerep nélküli községé váltunk mi is, tehát az azt jelenti, hogy valakire azt mondják, hogy nem adunk már neki szerepet, mert ez már arra úgyse képes, vagy erre már nem életképes, tehát ezt valahogy vissza tudjuk utasítani, de ezt csak tényleg úgy tudjuk, ha ezt évről évre egy ilyen népfőiskola, ami több éves tartalommal töltődik majd meg, oda eljárunk, és ne csak mi, mert mi idősebbek azért, azt hiszem már van, nagyon sokkal nem bízhatunk, hogy nagyon sok évben még ide járunk, de az lenne jó, hogy rajtunk kívül még azokat a fiatalokat a jelenlévőkbe szerválják, vagy illetve megagitálják, vagy tudják, hogy ez a 30-40 fős létszám legalább, mert annyi fiatal van, annyi lehetne. Tehát vagy az a 10-15 öreg helyett legalább, ugye akkor már meg lesz a 30, de annál több is, részt vegyön ezeken a tanfolyamokon, akkor ez a kivívott elismerés, amivel itt a kedves vendégeink előadók méltattak bennünket, ezt nem fogjuk elveszteni, ezt meg tudjuk tartani. Ehhez kérlek benneteket, és ehhez kívánok jó erőt, egészséget mindannyiunknak.